Van a filmnek egy története, itt a Semmelweisről szól, nagyon hektikus orvos, egy nagyon híres ember, őrületes érzelmi hullámvasutat jár végig tulajdonképpen egész életében és a filmben is, és hogy ezeket a dolgokat érzelmileg nagyon kell tudni segíteni. A filmben nem csak ez van, hanem van egy pici humor is, elég sok dráma, és van egy pici krimi jelleg. Tehát, hogyha picit össze lehet foglalni, hogy ezt a három fontos történetvezető elemet, ezt valamilyen módon folyamatosan kell tudnunk segíteni, vagy a fejünkben kell legyen, hogy ezeknek érvényesülni kell, mert ez így lesz igazán egy nagyon jó történet, és élvezhető történet a néző számára. A beszélgetések során, amikor a filmről beszéltünk, akkor egyszerűen feltárult előttem, hogy gondolkodik a tanár úr erről a filmről, zeneileg. És konkrétan nem fogalmazott meg kéréseket, hanem ezek alapján én bennem fogalmazódik meg egy kép, hogy ő mit szeretne, vagy milyen elképzelései vannak. Az biztos, hogy nem egy historizáló zenét szerettünk volna, hanem inkább arra fókuszál az kór, ami az emberek lelkében történik, vagy az érzelmi síkon mozgunk. Mindig vannak utasítások, tehát mindig beszél az ember a rendezővel, forgatókönyvíróval, tehát mindig vannak gondolatok a film kapcsán, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és akkor valahogy az ember ehhez képest próbál dolgozni, mozogni a filmbe. Nagyon nehéz film, nagyon nehéz csinálni. Olyan érzelmi hullámvasút, libikóka, olyan csúcspontok, mélypontok vannak benne, hogy egyébként nagyon így a tanárúrral is dolgozva megráz minket. Tehát amikor ilyen nagyon kemény dolgok, hogy fájdalmak, haláleset, szülés, tehát egyszerűen olyan kemény drámák, lelki drámák vannak benne, azt mi is megéljük. Tehát nem tudnád igazán összerakni, vagy jó ritmust csinálni egy jelenetnek, ha ezeket egy picikét magadba úgy nem élnéd meg, vagy hozod az életed eddigi fordulataiból, és hát ezt nehéz csinálni. Szóval ez vannak olyan napok, emlékszem, amikor nem tudom, vágtunk egy 3-4 órát, és akkor így tanár úr rám is azt mondta, hogy hát szerintem ez most elég volt, most szerintem menjünk haza. Ebben az egészben a szakmában szerintem az egyik kulcs hozzáállás vagy szempont, hogy az ember azt meg tudja fejteni, hogy mit szeretne a film. Én mindig elképzelem, hogy hű, de jó lenne kitalálni valami saját stílusjegyet, és akkor azt mindig betenni, hogy mindig nagyon könnyen megismerje mindenki. Ez marketing szempontból egy marha jó dolog, meg brandépítés szempontból ez egy marha jó dolog, de valahogy mindig aztán ott leragadok, hogy azt, amit a film szeretne, azt tudom megcsinálni, úgy, ahogy legjobb tudásom szerint én gondolom, és ennyi, tehát nem tudok beletenni saját stílusjegyeket, de mindig benne van egyébként tehát valami, de ezek nem tudatos dolgok. Hát egy jelenetet, esetleg egy tágképpel totállal is lehet indítani, de egy közelével is, de egy szűkkel is, vagy egy szuperközeli. Tehát egy elképesztő variációs lehetőség van sokszor egy jelenetben. A szereplők, karakterek jelleme, fordulatossága éppen hol tart a filmben, és annak megfelelően kell igenis összerakni. És az lehet, hogy még ez most jónak tűnik, de ha berakjuk egy jelenet sorba, akkor lehet, hogy kiderül, hogy épp ez a jelenet, amit összeraktam, ami olyan jónak tűnt, lehet, hogy most túl sok, vagy túl kevés, vagy vissza kéne venni, vagy játék szempontjából, vagy karakterfejlődés szempontjából pont nem ott áll. Tehát szerintem rengeteg variációs lehetőség, és igazából még fontos, hogy szerintem kell egy ilyen szív meg lélek is hozzá. Tehát vannak dolgok, amit nem lehet így aggyal eldönteni, az egyszerűen kell egy ilyen érzelmesség, egy ilyen nyitottság. Ki kell nyitni az embernek a szívét, és akkor tud helyes döntést hozni.